több tucat Párizs környéki iskolát fenyegettek meg terrortámadással ismeretlen tettesek az elmúlt napokban. Az elkövetők az iskolák online rendszerét törték fel, és ezen keresztül küldtek fenyegető üzeneteket és emberek lefejezését ábrázoló videókat a diákoknak. Az Oktatási Minisztérium pszichológiai segítséget ajánlott fel azoknak, akik megnyitották a kéretlen leveleket. Ez tiszta, hamisítatlan gyűlölet olyan emberek ellen, akik teljesen ártatlanok, mondta az egyik diák. Egy másik pedig azt mesélte, hogy nem nyitotta meg a csatolmányt, de nagyon megijedt. Gabriel Attal kormányfő elfogadhatatlannak nevezte a történteket, és ígéretet tett arra, hogy kézre kerítik a tetteseket. A párizsi ügyészség nyomozást indított az ügyben.